Csirke volt a csütörtöki menü a Likócsi hajléktalan szálon. Fél egykor mindenki jóízűen fogyasztotta az ebédjét, hiába telt meg a hideg napokra az intézmény, mindenkinek jutott az ízletes falatokból. A januári hideg miatt mostanra minden ágy foglalt a szálon, az itt lévők pedig a legmagasabb szintű ellátást kapják. Jellemző szám, hogy a 60 férőhelyes idén szálláson az éjszaka 3-an nem voltak benne, este eltávoztak. Tehát ilyen epizódszerűen nincs tele a szálló, egyébként meg tele van itt kint Likócson. Szintén közel 100% környékén vagyunk, nyilvánvalóan a tartós bentlakási részeken, ahol 50-70-40 fő van ellátva, ott teljes a létszám, és hát mondjuk azt, ez a frikcionális jellegű férőhely kihasználtság kiesés van az átmeneti szálon, és ott is csak nem teljesen megvan. Akik nem akartak bejönni térre sem, vagy alkalmatlanok a közösségi életre, azok a leghidegebb napokat is az utcán töltik. Néhány tucatnyian vannak olyan fedél nélkül élők, akik a telet is az utcán vészelik át, de róluk sem feledkezik meg a szolgálat. Naponta egyszer őket is megnézik, és takaróval, illetve meleg itallal kínálják őket. Vannak néhány, akik nem akarnak bejönni, olyan 15-20 fő, és a többi pedig nem fér be. Ővel egy megkülönböztetett figyelem, illetve megkülönböztetett bánás azt jelenti, hogy naponta legkevesebb egy alkalommal megnézzük őket, tudjuk, hogy mit csinálnak, merre vannak, mozgásuk van, milyen szükségletük van, ezek személyre szóló törődés jelentő szükségletkielégítések, és hát ezen keresztül én szerintem meg is jól tudjuk tartani a frontot, nem eldicsekedve, mert még azért tél még szerintem előttünk van. Sütő Csaba azt mondja, felkészültek a térre, de a neheze még most jön. Akik a szálon töltik a hideg napokat, azokért nem kell aggódni, az utcán élőkre pedig nagyon odafigyelnek. Győrben szerencsére már évek óta nem fagyott meg hajléktalan, és remélhetőleg idén sem fog.